Hát szervusz, és örülök, hogy végre találkozhattunk, és leülhettünk beszélgetni arról, hogy mégis az az állapot, ami most már azért határozottan látszik, az áldott állapot, egy bulvárosra fognám, hogy ez egy tervezett terhesség volt, lehet azt mondani? Először is szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Kérdésedre válaszolva, hát nem. Nem, őszintén szólva nem volt tervezett, viszont, hogy is mondjam, tehát tisztában voltunk a párommal, abban, vagy azzal, hogy mit is művelünk, milyen rizikót vállalunk. Tehát azt tudtátok, hogy mit csináltok. Igen. Tehát nem kellett utána leültetni és elmagyarázni, hogy ez hogy is történt. De nyilván azért történtek így a dolgok, mert bár nem terveztük, a kapcsolatunkban mind a ketten szerintem olyan biztonságban éreztük magunkat, és hát ugye abban a korban is vagyunk, amikor igazából ez már csak örömhírként érhetett minket. Úgyhogy hatalmas meglepetés volt, és jó érzés. Hát még így is gratulálok akkor. És hát még így is. Így is. És ugye akkor a tudatosság az, amit azért mindenféleképpen azért körül kell írni megfelelően. Tehát, hogy tényleg a tudatos ember, a tudatos nő mennyire tud felkészülni, mennyire tud segítséget kapni. Nem tudom, hogy nálad például orvosi segítség, vagy dietetikus, vagy bárki, akár edző oldaláról ilyen táplálkozási tanácsokat kaptál le, mire figyelj, mit egyél, miből egyél többet, miből egyél kevesebbet, ilyeneket kaptál? Hát mivel szerencsés véletlenről beszélünk, előtte nem, a terhesség kiderülése után az orvosomtól kaptam tanácsokat. Ő mindenféleképpen ajánlotta, hogy legalább az első 12 hétben szedjek vitaminokat, mivel utána úgyis folyamatos megfigyelések alatt és vizsgálatok alatt leszek és vizsgálatokat végeznek, így biztosra akartunk menni abban, hogy ugye én is és a baba is teljes mértékben egészségesek vagyunk, maradunk és fejlődünk. Én egyébként érdekes módon a vitaminokat nem mindig részesítem előnyben, és nem mindig kedvelem őket, de arra mindig odafigyelek, hogyha valami különleges dolog történik éppen az életemben, akkor pótoljam az esetlegesen hiányzó ásványi anyagokat. Tehát számomra nem is volt kérdés, hogy ugye egy ilyen állapotban jobban oda kell figyelnem arra, hogy mit viszek be a szervezetembe, mind odáig, hogy egészséges táplálkozás, mind pedig vitaminok szempontjából. Én azt szoktam mondani, hogy ha fogyókúrázok, vagy hogyha nagyon intenzíven edzek, akkor mindenféleképpen szeretnék valamit pótolni, és nyilván itt egy kisbaba fejlődik az én testemen belül. Egyre többen vagytok, igen. Egyre többen vagyunk, és ugye egyértelmű, hogy ez a tápanyag, az a táplálék, amit én megeszek, az elsősorban őt fogja ellátni. Ugye van ez a mondás, hogy a baba úgyis mindent meg fog kapni, amiből esetleg kevesebb van, az tőlem jön el. Így van, így van. És azért fontos az, hogy az anyuka ugye ilyenkor pótolja ezeket a hiányos vitaminokat, ásványi anyagokat, tápanyagokat, hogy odafigyeljünk arra, hogy elegendő proteint, rostot, mindenfélét együnk. És én úgy vagyok vele, hogy ilyenkor azért persze nem sokat, de a szénhidrátból is kell elég. Így van. Tehát most növekedésben van valami a szervezetben, és ez nem egy alien film. De tényleg, tehát ez a valami egyébként tényleg olyan, mint az lenni. Hát ez pedig egy kicsit olyan néha, érzés, kicsit mint egy ilyen alien lenne. Jó, hogy nem tör ki néha, az a jó, hogy csak egyszerű jön ki, amikor kell. De az fontos, hogy tényleg itt a táplálkozás részénél, és most nyilván, hogyha tervezésről is beszélhetünk, akkor ott is meg kell teremteni azokat a körülményeket. Azt szoktuk mondani, hogy kondicionálni kell magunkat arra lélekben is, hogy ugye most már lenyugodni, nem stresszelni, hanem tényleg arra fordítani a legnagyobb energiáinkat, hogy minden ideális környezet legyen, vagy ideális környezetet teremtsünk meg, akár úgy is, hogy andalító zenét fölteszünk, és egy rozébor, és akkor közelebb hívjuk a társunkat, de nyilván az még jobb, hogyha nem csak egy pillanatra, hanem hosszabb távon tervezünk, magyarul hosszú távra tervezünk, és itt tényleg nagyon meghatározó, csak hogy egy nyomelemet mondjak, illetve egy vitamin mondjak a folátot, illetve egy nyomelemet a vasat. Ezeknek a megléte bevitele rendkívül fontos, mert ezek hiányában megnehezül, vagy nehezebbé válik a teherbeesés. Tehát azt lehet mondani, hogy nyilván egy 20 éves nőnél kicsit könnyebb, vagy akár előfordulhat, egy 30 éves nőnél picit már nehezülnek a dolgok, tehát is most már 31-2-3, ugye? 33? Hát ez így elég sértő, köszönöm szépen. Bocsánat, mennyi vagy? Nem, amúgy 34 leszek. 34 leszek. Tehát egy fiatal nő vagy. De tényleg azt lehet mondani, hogy a 40 éves kortól meg aztán végképp sokkal nehezebb minden. Lelassulnak ezek a folyamatok, az emésztőrendszer, a hormonális rendszer, tehát ezeknek a működését igenis be kell lássuk, vitaminok működtetik a szervezetünket, nyomelemek,
működtetik ugyanúgy, illetve az építő folyamatokat pedig a tápanyagok, illetve az ásványanyagok látják el. Hát, hogyha ezekből nem viszünk be elegendőt, akkor valamilyen hiányállapot fog kialakulni, aminek az a hátránya, hogy nemcsak, hogy nem történik meg az, amit szeretnénk, tehát nem esünk teherbe, hanem bizony még egyéb problémák is beindulhatnak, tehát egészségügyi problémák. Tehát most nyilván nem azt mondom, hogy a vitamin kiegészítés az kötelező mindenki számára, de nagyon-nagyon nehéz megoldani mondjuk így normál táplálékokból, mert egyszerűen nem tudod, hogy abban a citromban mennyi a C-vitamin tartalma, abban a paprikában mennyi a foszfor tartalma, stb. Vagy a C-vitamin akár. Ugye ezek nem standard adatok. Míg mondjuk egy vitamin készítményben látjuk, hogy miből mennyi van benne. Azért szoktuk azt mondani, hogy egy étrend kiegészítő arra szolgál, hogy a változatos táplálkozást kiegészíti. Tehát a kettőre együtt van akkor szükség, hogyha idealizálni akarjuk ezt az állapotot. Arról ugye nem is beszélve, hogy amikor még én is akár gyerek voltam, egy gyümölcsben sokkal több vitamin lehetett benne, mint manapság. Ugye abból adódóan, hogy milyen körülmények között termesztik ezeket a növényeket. De van nekem is egy kérdésem. Tévhit vagy igaz az, hogyha egy kismama fölöslegesen szed be vitaminokat, akkor ez olyan töbletet is okozhat, amitől esetleg ő is, de akár a kisbaba is meghízhat. Tehát, hogy a kisbabának nagyobb lesz a testtömege, de hogyha rá nem is hat, úgy akár az anyuka szedhet fel több kilót a terhessége alatt. Ugye vitamintól nem hízunk, ez biztos, tehát ez egy határozott válasz. Mi van a B-vitaminnal? Bocsánat. Mert ugye azt szokták mondani, hogy... Étvágyat csinál, de ugye attól nem fogok hízni, csak akkor, hogyha beviszem azt a kalória mennyiséget, ami viszont már hozzá fog járulni ahhoz, hogy igenis tartalékok mondjuk bővüljenek. Azt lehet mondani, hogy egy arányos, illetve ideális testsúly növekedés mondjuk egy terhesség alatt, ez a 9-15 kg, az teljesen elfogadható, könnyen letudható utána, szülés után. Nyilván egy 25-30 kiló azért az már egy kicsit eltúlzott problémás, de azt lehet mondani, hogy minden terhesség más, nagyon-nagyon sok mindenben különböznek az anyukák is, tehát alapvetően ezeket összeadjuk, akkor nem lehet erre azt mondani, hogy ez egy biztosan állítás, vagy amit mondtál, ez 100%-ig igaz. Valakinél előfordul attól, hogy étvágyat csinál, és ő meg fogja oldani, tehát beviszi ezt a plusz kalória mennyiséget. Azt szoktam mondani, hogy a vitaminokat, a B-vitamin tartalmú multivitamin készítményeket étkezés előtt fogyasszuk. Így tulajdonképpen azt a feladatot fogja ellátni, ami az övé, az anyagcsere menedzsment, a fáradtságcsökkentés, immunerősítés, idegrendszer támogatása, stb., de tökéletesen fel is fog szívódni, illetve nem fog generálni plusz étvágyat, mert ugye eszünk utána. Tehát ez egy fontos dolog. Attól függetlenül mindig azt szoktuk mondani, hogy azért egy szakemberhez, egy orvoshoz, egy szakorvoshoz, vagy a nőgyógyászhoz nyugodtan forduljunk ezekkel a kérdésekkel, ő úgyis fel fog készülni, vagy fel van készülve ezekkel, meg tudja, ismeri az adott egyének az állapotát és a kortörténetét, tehát tudja majd, hogy az ő esetében mire kell figyelni. Nagyon érdekes egyébként, én még ugye arra is kíváncsi lennék, hogy a terhességnek a melyik időszakában melyik vitaminra van szükség. Ugye én azt vettem észre saját magamon, hogy periódusokban például volt, hogy a tejtermékeket kívántam jobban, volt, hogy a májat szerettem volna enni, volt, hogy húst egyáltalán nem kívántam, volt, hogy tényleg minden nap kellett valami savanyú, édes, valami igazán tömény cukrosat ennem ahhoz, hogy jól érezzem magamat. És voltak olyan dolgok, amik kifejezetten taszítottak bizonyos időszakokban. És egyébként a szervezet is nagyon-nagyon okos, de nyilván akkor ezt sokkal jobban balanszban lehet tartani, hogyha valaki végig szed vitaminokat a terhesség alatt. Igen, mert ezek mondhatjuk, hogy nélkülözhetetlen anyagok. Tehát ezeket a szervezet egyáltalán nem tudja előállítani. Nyilván bizonyos tápanyagokból képes a szervezet előállítani, de önmaga nem tudja produkálni. Tehát ezek a vitaminoknak a gyűjtő, vagy maga az analógiája. Tehát vannak a terhesség előtti időszakban, úgynevezett a tervezés időszakában olyan igények, amikor igenis, nagyjából egyébként ugyanazokra lesz szükség, csak más-más mennyiségekben, de körülbelül azt lehet mondani, hogy az étrendi folát bevitele a terhesség előtt fontos, hogy mondjuk ezt a 200-300 mikrogrammos átlagot felülírjuk akár 600 mikrogrammos mennyiségre, tehát erre szüksége van a szervezetnek. Hogyha ez nincs meg, akkor a szervezet folsav szintje nem lesz olyan szinten, ami ideálissá teszi azt, hogy itt a fogantatás megtörténjen. De ugyanígy a vassal kapcsolatosan, vagy a B12 vitaminnal, ha ezek hiányoznak a táplálkozásunkból, akkor nem lesz sikeres. Egyrészt a tervezés nem fog sikerülni, másrészt pedig akár a magzat korai fejlődése nem lesz
optimális, megfelelő vagy egészséges. Nem beszélve, hogy te is mondtad, hogy az anya ellátja majd a bevitt tápanyagokból a magzatot, a növekvő, fejlődő babát, de akkor szervezetét, saját szervezetét fogja úgymond minimalizálni. Vagy tehát hát, az én fogam fog kihullani, meg az én hajam fog megritkulni. Hát ugye főleg ez anya teljes táplálási időszakban, a szoktatási időszakában, ott a kálcium szint az radikálisan csökken, és itt a D-vitamin hiány, a nem megfelelő kálciumbevitel, de lehet akár a fehérje szükséglet növekedésével adódó, és hát nem bevitt mennyiség is ott hiányzik majd. És hát azt el szépen a hajadból, a bőrödből, a fogaidból, a csontozatodból, az izomzatodból el fogod látni. Hallottam már hírét. Igen, és erre kell törekedni, hogy te is egészséges maradjál, és a benne növekvő baba is egészségesen fejlődjön, és egy egészséges, boldog kis család legyetek. Megnézhetem a dobozt? Igen. Ez egy olyan termék, ami prenatál vitamin néven fut, ami igazából terhesség előtti termékre utal, de valójában ez egy ilyen Jolly Joker kifejezés, nem is annyira jó rá, bármiért nem, majd kivágják. És ezt neked mondtam fel. Tehát hogy a prenatál kifejezés pont arról szól, hogy a tervezés időszakában, de az összetettsége az, hogy nem csak egy multivitamin, hanem ásványi komplexet külön, illetve halolajkapszulát is tartalmaz. Ez a kombináció tulajdonképpen egy vitamincsomag formájában ölt testet, és ez mind a három trimeszterben a várandóság alatt is alkalmazandó kiegészítő, sőt, majd az anyateljes táplálás az első 6 hónapjában, amikor inkább azt mondjuk, hogy a hozzá táplálás még ne induljon be, nem próbáljunk megszorítkozni csak az anyateljes táplálásra, ott is nagyon fontos és hasznos segítségünk lesz. Tehát azt lehet mondani, hogy végig kísér minket a tervezéstől egészen a szoptatás végéig. Minket nem, mert ugye engem sajnos nem, de akik szülnek és akik ebben az áldott állapotban. Minket, kettőnket. Mindenféleképpen, és még reméljük sokakat. Tehát ez tényleg egy olyan kombináció, egy olyan termékkombináció, aminek az a lényege, hogy ne csak a tervezéssel, ne csak a terhesség alatti igényekkel, szükségletekkel foglalkozzunk, hanem végigvezet, és ezért egy kiemelkedő mennyiségű folsavat, egész pontosan folsav forrás tartalmaz, de kizárólag kálciumelmetil folátot tartalmaz, ami egy jobban hasznosuló és mindenki számára hasznosuló folátforrás, étrendi folát tulajdonképpen, ami azért lényeges, mert vannak olyan genetikai problémák, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából a populáció 40-50%-a nem tudja hasznosítani megfelelően a folsavat, amit mondjuk egy kiegészítőben találunk, és ez a terhesség időszakában erre nagyon-nagyon kell figyelni, hogy ez megfelelő szinten legyen. Egyébként 1000 mikrogramot tartalmaz, tehát ez biztosan garantálja a feltöltött folsav szintet a szervezetben. A D-vitamin is kifejezetten magas, 1000 nemzetközi egységes mennyiséget tartalmaz, ami pedig azért egy fontos elem, mert ahogy mondtam, a kálcium beépülését is segíti, tehát hogyha tejtermékeket fogyasztunk mellette, mondtad, hogy azért volt egy vegetáriánus időszakod, igen, ezek változnak, és ugye mondtad, hogy a szervezetet is tulajdonképpen ezeket jelzés szinten mutatja, hogy mire van szükséged, mi merült le, vas kevés van, töltsük föl. Ebben a vastartalom is ott van, hogy ezt a szintet folyamatosan fenntartsa, és ne kelljen úgynevezett ilyen hullámokba belelépni, mert ezeket pótolni kell. Tehát akkor tulajdonképpen egy ilyen fajta vitaminnak a szedése mellett egy sokkal kiegyensúlyozottabb táplálkozásra is könnyebben oda lehet figyelni. Oda is kell, tehát ez ugyanúgy egy étrend kiegészítő, tehát változatos legyen, rendszeres legyen és kiegyensúlyozott táplálkozás legyen, de nem kell mondjuk... Hát az emberre nem jönnek rá, igen, ezek a tartani. Hát igen, amit én csináltam például, hogy minden este fogtam és egy ilyen 150 g-os gyulai májast a számba nyomtam, mint mások a tejszínhabot szokták. Nem is Békés Csabai voltak. Nem, kicsit sem. De egyébként nálam ez sajnos tényleg így volt, hogy amikor rám jöttek bizonyos cravingek, bizonyos dolgok, amiket kifejezetten kívánt a szervezetem, akkor semmi másra nem tudtam gondolni, és abból azért egy jó nagy mennyiséget megettem. És ez volt, hogy hetekig tartott. Igen. Egyébként itt az arányosság megint tényleg nagyon fontos, hogy azért ne egy bizonyos, tehát ilyen választó diétek, meg ilyeneket, ezeket tényleg felejtsük el a terhesség előtt is, hanem próbáljunk meg minél változatosabbat mindenből, lehet hús alapon, de növényi forrású fehérjékből is fogyasztani, de az is lehet, hogy igenis, miért ne lehetne vegetáriánus időszakban is fogyasztani néha húst, hát ez belefér, csak nyilván akkor nem vegetáriánus leszel, de hogy ez teljesen elfogadható, lényeg, hogy mindenből legyünk, amit megkívánunk, arányosan kis mennyiségét, tehát ne legyen az, hogy egy tábla csoki, akkor beszalad, mert annyira szép, meg úgy kéri, hogy vedd el, ne, akkor egy cikk, két cikk. De egyébként tényleg ez erről szól, és egyébként nem csak vitaminok vannak benne, hanem ásványanyagok is ebben a termékben, amiket maga a vitaminkapszulában is van, tehát ez egy ilyen multivitamin kapszula, amit étkezés előtt javaslunk fogyasztani,
Emellett viszont külön van benne egy kálcium-cink magnézium tabletta is, amiben kizárólag csak szerves magnézium és cink van. Ugye ez kettő tabletta és kapszula eddig. Igen. És még van két lágy zselatin kapszula, pedig omega 3. Összesen négy tabletta, tehát négy tablettet kell beszedni naponta, és akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy külön vannak, csomagolva, napi adagokban? Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen dobozban van 30, egész pontosan 30 ilyen csomagocska, illetve 30 csomagocska, és a 30 csomagon belül, ami egy napi adag, abból van négy ilyen kapszula, tabletta és lágy zselatin kapszula. A kapszulát, a multivitamint, azt inkább étkezés előtt, mint mondtam is, ugye az étkezés előtti, főleg a zsírmagoldó vitaminok miatt, de B12 vitamin miatt is, vegyük be akkor, vasat, jódot, szelént is tartalmaz ez a kapszula. És a kálcium-cink magnézium tablettát, ami, ahogy mondtam előbb, szerves, ilyen bizlicinát alapú, jobban hasznosuló magnéziumot és cinket tartalmaz, az pedig akár lefekvés előtt, kicsit az idegrendszernek is jót tesz, de akár két étkezés között. Lényeg, hogy ne a multivitamin kapszulával szedjük be, a vas és a magnézium nem a legjobb barátok. És az omega 3 az pedig tipikusan, amit étkezés közben vagy étkezés után be lehet venni. Tehát én egy főétkezés kinéznék, mondjuk egy ebédet, és akkor ebéd előtt a multivitamin kapszula és a gél kapszula az pedig ebéd közben után, a tablettát, az ásványok tablettát meg valamikor a nap másik felében csak egy pohár folyadékkal legurítani. És ez 30 napos adag, tehát szépen be lehet úgymond akár tárazni is előre, tényleg amikor már megvagyunk, és akkor tudjuk, hogy 9 hónapig ez most biztos, hogy a legjobb barátunk kell legyen, akkor szépen be lehet ebből tárazni. Szuper. És ami még egyébként a úgynevezett mikrotápanyagokon túl, a makrotápanyagoknál még fontos, hogy a halolaj kapszula, az eszenciális zsírsavaknál, tényleg a látás, a szív működés, az agyműködés szempontjából fontos, és nem csak neked, hanem a magzat számára is, amikor még benn növekszik, illetve amikor majd szoptatás mellett úgymond fejlődik, ott is sokat tud segíteni az agyműködésében, akár a magzat számára is. Fontos, hogy itt egy extra 200 mg-mal kell levinni. Igen, akkor jól olvasom, hogy maga a kapszula az, ami az omega-3-at tartalmaz. Ilyen lágy zselatin kapszula, ilyen pici kis gyöngy kapszula, és abból van kettő. Aha. És ez tulajdonképpen egy halolaj kapszula, tehát mondjuk egy vegán fogyasztó számára nem, de egy vegetáriánus fogyasztónak teljesen elfogadható, és egyébként laktózis gluténmentes is a termék, de maga ez a kis lágy zselatin kapszula tök egyszerűen is könnyen lenyelhető, nem egy ilyen lóbab, hanem tök könnyű kis elegáns valami, amit be lehet tényleg kaja közben is dobni. Egyébként maga a doboz is nagyon elegáns, nekem kifejezetten tetszik a csomagolása. Szerintem egyébként a Biotechnek ez pont egy ilyen ellentétes csomagolása, nagyon lágy, nagyon elegáns, igen, nagyon finom, igen, csajos, szerintem tökre hogy szemnek kecsegtető, tehát ugye polcon is kiszúrnám, és azt mondanám, hogy igen. Igen, szeretünk volna, egyébként ez egy nagyon érzékeny terület, egyrészt a kismamák miatt, akár ugye a nők számára is ez egy érzékeny téma, és egy kicsit ilyen érzékenyebb a csomagolás is, vagy érzékibb, de ugyanakkor érzékeny is, és egy kicsit eláll, vagy elválik, hogy te is mondtad, a meglévő biotekusa, főleg sportolóknak szóló, vagy inkább aktív életmódot folytató fogyasztóktól, de miért ne lehetne egy most sportoló fiatal lány, vagy fiatal nő, vagy nő, aki mondjuk azt most már itt van az idő, hogy teherbe essek, és most már családot alapítsa, és szépen egy biotekusa terméket tud választani, hogy ez a lényeg. Ha, szóval, hogyha valaki ezt, tehát egy férfi ezt otthon megtalálja a lakásban, akkor tudja, hogy a barátnője vagy a felesége mire készül. Igen. Ez az árulkodó. Igen, ilyenkor neki is egy picit újra kell gondolni, hogy akkor hogyan és mikor megy haza hamarabb. De egyébként itt is például tényleg a fehérjét, ugye te is mondtad, a fehérje fogyasztás, az is egy tipikusan olyan dolog, amit mondjuk lehet, hogy otthon a férj, mint sportoló, vagy a barát már használja a termékeket is, a kapcsolat így még harmonikusabb lesz, mert te is biotekusát használsz ebben az állapotban is, én pedig már régóta használom biotekusa termékeket a sport tevékenységemhez. Egyébként a tervezés időszakában nem feltétlenül tudunk meghatározni pontos extra szükségletet, de a második trimestertől a várandóság alatt már van egy jól kimutatható, jól látható, nagyjából 10 g-os fehérje extra igény, amivel tulajdonképpen el kell lásd magad a normál napi szükségleteden túl. Hogyha te inaktív, illetve aki ilyen állapotban, inaktív állapotban van, akkor ez a 0,8-0,81 g fehérje szükséglet per testsúlykilogrammal kell számolni, de aki sportol, ennél magasabb szükséglettel is rendelkezhet, és ezen túl még 10 g-mal kell számolni. Ugye ebben a termékben nincsen fehérje, ez egy mikrotápanyagokat tartalmazó készítmény, illetve halolajat, de mondjuk egy Isovein Zero Naturál termék, ami pont arról szól, hogy laktózmentes, gluténmentes, de ugyanakkor egy édesítőszermentes készítmény, tehát effektív adalékanyagoktól mentes termék, tökéletesen ideális arra, hogy az az 1 g
az az egyadagos mennyiségben az a 20 g fehérje megoldja ezt az extra szükségletet, sőt, harmadik trimesztertől már 30 g ez az extra igény. Lehet még egy olyan kérdésem, hogyha van időm? Hogy ne lenne? Hogy van olyan vitamin vagy táplálék kiegészítő, amit terhesség alatt tulajdonképpen nem szabad szedni, uh-huh. vagy azt mondják, hogy nem javasolt? Mert biztos vagyok abban is, hogy rengeteg embernek egyébként már van otthon egy bizonyos szintű vagy mennyiségű vitamin készlete, és ugye én is, amikor teherbe estem, akkor kinyitottam azt a konyhás szekrényt, és belenéztem, és azt mondtam magamnak, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy akkor ebből most bármit szedhetek, de akár egy C-vitamin, akár egy kollagénről van szó, hogy van olyan, ami esetleg károsíthatja a szervezetet, tehát hogyha esetleg ebben, ahogy mondtad, nincs benne mondjuk protein, de kollagén sincs benne, ugye? Nincsen. Tehát, hogy akkor erre még tudok szedni extra kollagént, vagy ilyenkor kifejezetten nem ezek, inkább. Ugye a kollagén is fehérje, tehát ez egy egyszerűsített fehérje szerkezet, az egy ilyen úgynevezett peptid állapotú fehérje szerkezet, tulajdonképpen egy egyszerűbb formája, a fehérje már le van emésztve van, de még nem aminósav. Az aminósavak a legegyszerűbb formái, de maga a kollagén az tipikusan olyan, amit a bőr, haj, izomszövetünk, a csonthártyánk, a porcok, az inszallagok, az erek, a fogaink is valamilyen szinten használnak, de például a C-vitaminnak is ez a jelentősége, főleg ha mondjuk a szépséggel kapcsolatosan, a szépségegészség oldalon gondolkodunk, hogy a kollagén képzésen keresztül segíti ezeknek a produkcióját. De maga a kollagén az az anyag, ami ezt megoldja, vagy ezt felépíti. De ezt étkezés után szoktuk javasolni, mert eléggé savérzékeny anyag, és ebből ilyen folyékony forma a legpraktikusabb, mert egy masszív kupaknyit szépen le lehet gurítani étkezés után, és azzal nagyjából 10-11 g kollagén bevittél, 5 g az már egy ideális mennyiség naponta. És ezt egyébként terhességtől függetlenül természetesen lehet, de tényleg az, hogy egy kicsit a bőr, ugye nem mindegy, hogy ki tényleg mennyit hízott, a várandóság alatt mennyit szedett föl, ott utána azt a bőrnek valamilyen szinten utána kell kövesse. Hát meg ugye a terhesség alatt is a kötőszövetek ellazulnak, és gondolom ebben is. Egyéb dolgok előkerülhetnek, így van. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez a megfelelő minőségű és a tápanyagok is, de a megfelelő minőségű bőr, az meghatározó abban, hogy mennyi kollagénhez jut hozzá. Úgyhogy erre abszolút lehet figyelni, és egyébként a fehérjével kapcsolatosan még szoptatás ideje alatt is van egy nagyobb szükségletünk. Tehát ott is körülbelül 20 g az első 6 hónapban, amivel extrán kell gondolkodj. Az megint arról szól, hogy ne te lásd el a saját izomzatodból, hanem legyen meg az az extra tápanyagból bevitt extra fehérje mennyiség, ami biztosan garantálja, hogy a kisbaba fejlődéshez a megfelelő tejellátás is megtörténik. De amit kérdeztél egyébként, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy melyek azok a egyéb kiegészítők, amiket még lehet használni, vagy inkább nem lehet használni terhesség alatt. Hát, amit nem szoktunk, vagy inkább azt mondjuk, hogy azt mellőzze, az ilyen testsúlykontrollformulák, tényleg a koffein tartalmúak, de alapvetően itt inkább a növényi hatóanyagokkal is óvatosabbak vagyunk, az L-karnitint is, mert az ilyen szürke zónában van, az is inkább azt szoktuk mondani, hogy most mellőzze. Terhesség előtt, tervezési időszakában nyugodtan mehet, valaki pont a formába kerüléséhez akarja, mert még fogyni kéne, azt mondta az orvos, és akkor könnyebb lesz a tervezés, vagy éppen hízni kell, mondjuk akkor pont nem fog használni ilyeneket. De hogy azokat a kiegészítőket, ízületjavítókat terhesség előtt még lehet, de azért a terhesség alatt, a várandóság időszakában egyik trimeszterben sem használjon ízületjavítót, például vérigító hatásuk van. Ott például esetleg tojáshéj membrán kapszula az használható, de a kollagén megint jót tesz a porcoknak, tehát ezzel megint meg lehet oldani ezt a feladatkört is. Úgyhogy ezekre érdemes figyelni. Én edzés előtti formulákat, azokat természetesen mellőzzük, főleg ugye megint csak a masszív koffein tartalom miatt, de egy fehérje szelet, aminósav készítmény, amiben nincs koffein, az természetesen, főleg, hogyha sportoltunk előtte, és még sportolunk közben is, az bele fog férni a képbe, és lehet használni. Ezt jó tudni, mert a férjem bevásárolt biotechi összép protein szeletekből, csak azt az egyet szereti, és amióta otthon van, én is minden nap legalább egy felet vagy egy egészet megeszek. Voltam. És egyébként gondolkodtam ezen is, hogy vajon ez árthat-e a picinek, de hát túl ezek finom, tehát vannak olyan dolgok, amit az ember nem tudja magát távol tartani. Ez biztos jó, mert ez finom. Igen. De egyébként ezek élelmiszerek, tehát ezzel tényleg nincs gond. Nyilván nekünk nincsen olyan magas koffein tartalom, tehát valamiben kávés, vagy a kávés ízű, tiramisus ízű fehérje szeletben minimális koffein tartalom van, de az olyan, mint hogyha egy teát innál, tehát semmi. Nem, mert úgyis a banános a kedvencünk. Igen, úgyhogy én tényleg azt szoktam mondani, hogy ha tervezünk, akkor azért tényleg akár kérjünk segítséget, hogy a szakértő válaszol felületünk erre van kitalálva,
hogy ha van kérdésed a termékekkel kapcsolatosan, vagy éppen a termékek kiválasztásához szeretnél több információhoz jutni, akkor gyere fel az oldalunkra és kérdezz bátran. Ugye a mozgással kapcsolatosan, akár a várandóság ideje alatt Hegedűs Nóritól is lehet kérdezni. Úgyhogy kifejezetten tényleg azt mondjuk, hogy felkészültünk arra, hogyha a termékekkel kapcsolatosan is, de akár a magával a témával kapcsolatosan van kérdés, akkor állunk rendelkezésre és szívesen válaszolunk. Úgyhogy én... Szóval, és akkor most ki interjú volt, meg hát ki csodált tulajdonképpen? Nekem ez tetszett, hogy te is kérdeztél, meg én is kérdeztem, nekem tetszett. De azt hiszem, hogy nekem kell köszönni, mi? Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, velünk, a Biotech USA-ben. Vele voltunk itt, mi vele. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és reméljük, hogy tetszett. Lájkoljátok, ha igen. Ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és a csengőt is állítsátok be, hogy kapjatok értesítést az új tartalmakról, illetve hogyha bármi kérdésetek van, akár a komment részben nyugodtan írjatok be, meg fogjuk válaszolni, és persze a szakértő válaszolom pedig akár hosszabb és tartalmasabb kérdésekben is segítünk, úgyhogy szevasztok! Biotech-USA. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogasd meg a weboldalunkat.